A harkányi gyógyvíz lehet a cukorbetegek megmentője. Legalábbis ilyen irányú vizsgálatokat végeznek a Pécsi Egyetem kettes számú belgyógyászatán hamarosan. Jelenleg azt tudjuk, hogy a pikkely sömörre kifejezetten jó a harkányi termálvíz. Wittmann professzorék szerint hathat ez a víz a diabéteszre is. Ugye a cukorbetegség népbetegség, nagyon sok cukorbeteg van, rendszerint elhízással társul a cukorbetegség. Az elhízás miatt, a test felesleg miatt az izületek hamar tönkre mennek, és ezért a cukorbetegség egyik legfontosabb kezelési módja, a fizikai aktivitás egyre kevésbé kivitelezhető. Így aztán a fizikai aktivitás helyett keresünk olyan módszereket, amikkel lehet javítani a cukoranyagcserét, elsősorban az inzulin érzéketlenséget. Úgy tűnik, hogy a, a hő hatására, a termálterápia hatására a szervezetben hasonló folyamatok zajlanak le, mint a fizikai aktivitás során, vagyis javul a cukorérzék, az inzulinérzékenység miatt a cukorfelvétel a szöveteknek a terveink között az szerepel, hogy ilyen mozgásában korlátozott, vagy legalábbis kevésbé, fizik, kevésbé alkalmas fizikai aktivitásra alkalmas betegek esetében a harkányi gyógykezelés termálterápiát próbáljuk ki. Ennek a kezelésnek több irányú hatása lehet. A vizsgálatot úgy végezzük el, hogy ezek jól kimutathatók legyenek, mert lesznek kontrollcsoportok, amelyekben meg lesz a hő hatása, de nem lesz meg a termálkezelés. Ezek meleg, felmelegített csapvíz lesz, mint kontroll. Meg lesz egy másik kontrollunk, amelyikben alacsony hőmérsékletű fürdőkezelést alkalmazunk. Most tehát ezzel a kezeléssel, ezzel a felállítással, ezzel a vizsgálati rendszerrel ki tudjuk delíteni a hőnek, a hő hatásnak van-e kedvező effektusa a cukorbetegségre, elsősorban az inzulinérzéketlenségre. Másrészt arra is kíváncsiak vagyunk, hogy speciálisan a termálvíz, a harkányi termálvíznek van-e van előnye a meleg vízhez képest. Ugyanis a harkányi termálvízben vannak olyan, hatóanyagok, kén tartalmú molekulák, amelyekről tudjuk, hogy ha bekerülnek a szervezetben, értágító hatásuk lehet. És ugye hát ezeknél a cukorbetegeknél, ahol már az izületi problémák is jelen vannak, rendszerint vannak érbetegségre utaló tünetek is, és abban bizunk, hogy ez a speciális harkányi kén tartalmú víz erre kifejezetten kedvező lesz, és ezt ki tudjuk mutatni az egyszerű hőhatáshoz viszonyítva is. Úgyhogy többszörös célunk, van. A cukorbetegek érdekében vetjük be ezt, és azt gondoljuk, hogy ha ez sikeres, akkor egy speciális vonzereje is lehet ennek a régiónak a cukorbetegek számára. Az elhízott kettes típusú cukorbetegeket célozzuk meg elsősorban. Ez a cukorbetegek 90% vagy 80-90%-a. A legnagyobb populációt jelenti. És a, a dolog ott áll, hogy megkaptuk az Etikai bizottsági engedélyt a tervezések megtörténtek, és hát egy hónapon belül valószínűleg elindítjuk a vizsgálatot. És hogyha a vizsgálat minden karja, ugye három karos ez a vizsgálat, egyrészt ugye az alacsony hőmérsékletű, másrészt a magas hőmérsékletű csapvíz, és harmadrészt a termálvíz, hogyha ezeket mind el tudjuk végezni, akkor, akkor ez egy olyan 100-200 közötti beteg vizsgálat lesz, ami az első ilyen nagy létszámú vizsgálat ezen a területen, és ez várhatóan egy, egy 5-10 hónapon belül talán elkészül, hogyha a járvány is engedi ezt a klinikai vizsgálatot elvégezni. A hőhatás az emberi testre szervezetre már korábban is ismert volt. Ezen az úton indultak el a pécsi kutatók. Több irányú benyomások készítettek bennünket erre. Egyrészt a ő hatására képződő, hő hősok fehérjék szakértői, akik erre ráirányították a figyelmünket. Ugye a hő hatására olyan fehérjék termelődnek, amelyek védik a szervezetet, ezek a hősok fehérjék. Másrészt pedig régóta foglalkozunk az ér betegségekkel cukorbetegségben, és hát ennek kapcsán figyeljük a, az irodalom közleményeit, és láttuk, hogy vannak az úgynevezett gáz értágító anyagok, Ugye ilyen volt először a nitrogénmonoxid, aztán jött a szénmonoxid, most pedig a kénhidrogén, amely kénhidrogén azért különös, speciális, mert ez a cukorbetegekben is hatékony marad és olyan betegekben is hatékony marad, ahol oxidatív stressz van. Tehát az oxidatív stressz ellenére hatékony értágítóról van szó. Hát ez, az a, ez a nagy kérdés. Mint már elhangzott, népbetegség a diabétesz hazánkban is sok százezer embert érint. A Magyar Diabetes Társaság, amelynek elnöke vagyok, az elmúlt 6-7 évben felmérte ezeket az adatokat, így pontosan tudjuk, hogy 720 ezer cukorbeteg van Magyarországon, ismert a NEAK adatbázisában szereplő cukorbeteg, de a becslések, a nemzetközi és a hazai becslés alapján úgy tudjuk, hogy pont ugyanennyi beteg van, fel nem ismert. Tehát Magyarországon ez 1 millió 400 ezer. Hogyha ehhez még hozzáveszünk azt, hogy hozzávetőlegesen 20 a a magyar népességnek ilyen cukorbetegséget megelőző, úgynevezett pré-diabetes állapotban van, hát akkor láthatjuk, hogy ez egy hatalmas létszámú betegcsoport, és hogyha a cukorbetegséget megelőző állapotban lévő betegeket nem kezeljük, akkor nagy arányban cukorbeteg lesz közülük. Úgyhogy úgy, ezek azok a számok, amelyek arra indítják a, a cukorbetegséggel foglalkozó embereket, hogy többet kell ezzel foglalkozni. Nyilván a megelőzés, mert mindig az a legjobb, de nagyon sok betegünk van, akinek már szövődményei vannak. A szövődményes cukorbetegek kezelése is nagyon fontos. Most az elhízott kettes típusú cukorbetegeket célozzák meg ezzel a termálvízterápiával, ismétli a professzor. A vizsgálatot februárban kezdik el a tervek szerint.